tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveget, és is be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. A karácsony a csodák időszaka. Ilyenkor minden lehetségesnek tűnik. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. A nevem Szem. White Szem. Igazából áron vagyok, viszont ez itt tényleg az NTV.hu Mozis kibeszélő podcastje a White Szem karácsonyi adása. A múlt karácsony című romantikus vígjátékot White Szemű kritikusaink Csaba, Magdi és Ádám beszélik ki. Sziasztok, kedves hallgatók, és boldog ünnepeket kívánok, ez a Vágyszem Podcast második adása. Beszélgető társaim Magdi és Ádám, szervusztok! Sziasztok! Benne van a nevünk a főcímben, sziasztok! És hát egy ünnepi adáshoz, egy ünnepi film dukál, mert hogy a Last Christmas, a múlt karácsony című produkciót néztük meg. Ti ünnepi hangulatba kerültetek ettől a filmtől? Én igen, én imádom a karácsonyt. Tudom, hogy egyedül vagyok vele, nem biztos. De én nagyon szeretem, és én, én, én megnéztem másodjára is, bevallom, ma még egyszer megnéztem, pedig már láttam egyszer a filmet. Olyan jó. És én nekem nagyon tetszett. Romantikus, de attól még nem nyálos film szerintem. És ráadásul az. A, tehát ugye az egésznek van egy olyan jó, kellemes hangulata, ami meg, meg van mondani valója is. Azt majd biztos kibeszéljük, hogy mi a mondani valója, de van egy másik film, aminek ö, hasonló mondani valója van, teljesen más film, és nekem ez, ez nagyon fontos gondolat, ami, ami el van ebbe így rejtve a kis ö, laza, kicsit humoros, kicsit romantikus más alá. És egyébként én utána bementem egy boltba, és karácsonyi cuccokat vásároltam, annyira kerültem hangulatba. <laughs> Na Ádám, megnézzük mi is még egyszer! Nem, de azért az jól látszik, hogy a karácsonyi marketing gépezet az milyen jól működik, hiszen Magdi bement egy boltba, és karácsonyi dolgokat vásárolt. Azt mondta, hogy ugye el van rejtve egy máz alá mondani valója, és egyébként ez igaz, és én ezt én is így gondolom, de azért a sztori úgy érzem, hogy azért az úgy hiányzik, és borzasztó kiszámítható volt. Ettől függetlenül én is jónak találtam a filmet, kellemes volt, Tőlem szokatlan módon nem azt hozta ki belőlem, hogy eluntam, hanem... Így van, először láttalak jól szórakozni 100 -100 a moziban. Ez Ilyen még igen, nem fordult elő. Igen, tudtam nevetni, és egyébként úgy tök jó volt, ültek a poénok, nem, ez a film ez nem egy olyan hatalmas, nagy, nem tudom, durranás, de de egy nagyon kis kellemes film, a jövőre a tévéképernyőnkön is látjuk biztosan viszont, és egyébként tök jó szórakozás nyújt, szóval... Egyébként úgy pozitív, pozitív a véleményem a filmtől, attól a filmről, attól függetlenül, hogy azért szerintem nem szabad úgy sokat válni tőle. Főleg azért, mert gyakorlatilag az első öt percben szóltam Csabinak, hogy szerintem mi a sztori és végül hát gyakorlatilag tulajdonképp az is volt. De ott az első öt percben nem voltak jó kilátások, tehát amikor elkezdtek énekelni még a jugoszlávia jelenetbe, akkor ott egymásra néztünk, hogy vajon jó teremben ülünk, és ott nagy volt a riadalom, arra emlékszem, még én magam is megijedtem. Én féltem, hogy műzikál. Az az igazság. Nekem idén nagyon tetszett a Rakitman, és nagyon féltem, hogy ezt az élményt elrontja egy ilyen karácsonyi műzikál, de szerencsére nem műzikáról van szó, bár ugye George Michael dalai azért elég erőteljesen jelen vannak, ahogy a cím is múlt karácsony lesz Christmas, Mindenki ismeri ezt a számot, szóval eh, George Michael rajongóknak azért ajánlom, hogy nézzék meg, hát mert biztosan nekünk a... rajta. Én nem, nem olvastam utána a filmtörténetnek, de én nagyon úgy érzem, hogy a, a Last Christmas című dalból találták ki a sztoriát. Tehát hogy amit, hogyha a dalnak a szövegére írták volna rá ezt az egész filmet. Egyébként szerintem is van benne valami, és ez egyébként is most nagyon nagy divat, hogy különböző dalok köré sztorikat írnak, bár mondom azért ennek így a sztoria, tehát pont egy dalnyi sztoria volt tulajdonképpen, tehát mondom, hogy ebben ne várjunk tőle szerintem sokat, bár nem akarok előre ugrani, de zárójában azért szeretném megjegyezni, hogy ami nagyon-nagyon pozitív csalódás volt számomra, azok, azok, a színészek, színészek teljesítménye, a színészek játék az, az, én azért ilyen karácsonyi tingitangli filmekben rosszabbra számítok. Szerintem teljesen tökéletes ez a, a helyén volt gyakorlatilag, mindenki hihető volt, és majd ha bővebben beszélünk róla, akkor majd még visszatérek konkrétan egy-egy karakterre most szerintem vissza is térhetünk, mert egyből ebbe akartam belecsapni, hogy hoztátok itt a George Michael-t is, meg a színészeket is. Ez egy elég erősen árukapcsolt film, abban a tekintetben, hogy aki Emilia Clarkot szereti, azonnal beül, aki meg a George michael a rajongója, azt is megfogják valamivel. Én bevallom itt rögtön, hogy én Emilia Clarknak a rajongója vagyok, és hogyha nem ő lenne a főszereplő, akkor ezt a filmet én észre sem vettem volna, de hogy így, így olyan szinten nem vettem volna róla tudomást. Egy ilyen random karácsonyi film, mit érdekel ez engem? Tehát én biztos, hogy ezt, ezt nem néztem volna meg, hogyha így meg úgy voltam vele, hogy lehet, hogy ez egy pocsékfilm lesz, benne van, hogy, hogy nem lesz ez az igazi, de, de még akkor is szívesen nézem ennek a színésznőnek a, a játékát. És itt van ugye a Michel Yeo is a, a Star Trek Discovery-ből. Hát, hogyha csak ezen múlott volna, hogy most Michel Yeo, az engem inkább eltántorított volna az egésztől, mert én nem annyira szeretem a, a nak a karakterét, úgyhogy végül is ebben a filmben nem volt vele bajom, ahogy megjelent, meg amilyen karaktert alakított, de prekoncepcióm lett volna, ha mondjuk rá, ráépül a film, és ő engem így nem vonzott volna be. De miért dicsérem, tulajdonképpen az Emilia Clarkot? Hát szerintem ő, ő egy eléggé ilyen közvetlen, laza, egy ilyen, hát a trónok harca ellenére egy ilyen megközelíthető csaj maradt. Ugye ez a trónok harca jelenség szerintem megkerülhetetlen, hogy itt nem menjünk valamennyire bele, bár annyira nem akarok belemélyedni. Ez a közelmúltban az egyik legsikeresebb, leg Legnagyobb, leglegleg -leg -leg sorozat, és azért nehéz nem elszállni egy ilyen egy ilyen produkcióba, de nem is elsősorban arra gondolok, hogy nem szállt el ez a színésznő, hanem gondoljunk arra, hogy egy ilyen sorozatnak a rajongói így sikongatva, eufóriával várják a, a színészeket, és, és nem ezer meg tízezer, hanem egymillió komment van ott az oldalakon és azért nehéz ezt a fajta, ezt, ilyen szintű sikert már nehéz kezelni, és én azt látom ezen a csajon, hogy tök közvetlen maradt. Én nem csak a filmjeit követem, hanem azért YouTube-on is mindig megnézem, hogy így bohózkodik meg, e, ilyen interjúk vannak vele, és így nagyon-nagyon bírom, nagyon szimpatikus. És van itt egy másik aspektusa a dolognak, hogy az ilyen nagyon szuper sorozatokból általában döcögős az átmenet a, a Hollywoodba. Most itt a Hollywoodot azt én a, a nagy képernyőnek a szinonimájaként használom most itt a továbbiakban. Gondoljunk arra, hogy mit tudom én Breaking Bad. Azért ott van a Brian Cranston, aki nem vállalt el rossz szerepeket. És ugye ez a Hollywood meg sorozat összehasonlítás, most nem akarok közhelyt puffogtatni, hogy most a, a sorozatok az, a, az az értelmes nézőnek szól, a Hollywood az meg a kiüresedett, meg a... a, a gyermeki lelkületű, meg a Marvel filmek, meg stb. Ez is bizonyos szinten igaz, de én nem ebbe az irányba akarom elvinni. Brian, Brian Cranston ugye tök jó szerepeket vállalt szerintem a, a nagyvásznon is, jó filmekben volt benne, de Brian Cranstonból mindent láttunk a Breaking Badben, nem tudott már szerintem olyat mutatni, attól függetlenül, hogy nagyon jókat játszott. Annyira over the top volt a a Breaking Bad, hogy, hogy Brian Cranston az a Walter White marad, és mondjuk nem a Dalton Trambó. Ugyanígy láttunk mindent a James pader a Boston legából meg láttunk mindentől a fekete listába. James pader nem fogja senki megszeretni egy, egy Marvel film miatt, vagy a Hugh Laurie-t mindent láttunk tőle a, a Doctor House-ban, és a filmszerepekben már, Hát azt mondjuk, hogy igen, ez a Hugh Laurie hozza a kötelező tokét. Tehát nehéz így, így át, tehát egy, 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 mintha más liga lenne a kettő, és akkor itt van az Emilia Clark, akinek ott a trónok harcába lobog a haja a szélben, gyönyörű tájak előtt, ilyen megsemmisítő nézéssel gyakorlatilag lenyűgözi a nézőket, minden másodpercben erkölcsi döntést hoz, minden pillanatban százezrek sorsát dönti el, és pecsételi meg, és gyakorlatilag nők ezreit inspirálja a képernyő előtt egy ilyen erős, autonóm, független vezetőként viselkedik, és azt gondolná az ember, hogy innen nincs tovább, itt vége van, itt, itt mindent láttunk, de nem. Ebben az Emilia Clarke-ba szerintem annyival több dimenzió van, mint a, mint a trónok harca, mint a láncok leverője, meg a, a sárkányok anyja, hogy ezt öröm nézni. Kicsit a Marina Sörtisre hasonlít a, az új nemzedékben, hogy ott is van egy szerep, és maga a színésznő az annyira más és annyira új dimenziók nyílnak meg, amikor mondjuk látunk vele egy, egy YouTube videót, hogy ö, elképesztő. Csak a Marina Sörtis szegény soha az büdös életben nem kapott szerintem jó szerepeket, és ez, ez probléma. Emilia Clark viszont szerintem tök jó. Egyébként nektek mi volt a Hát Ádám, neked mondjuk nem volt sok választásod, mert én erőltettem a filmet, de Magdi téged mi vezérelt, hogy így külön megnézd, meg így másodszorra is megnézd? Mi volt a fő, fő húzó húzóerő, hogy karácsonyi film, vagy, volt -e be, vagy a színészekbe láttál-e valamit, hogy na ezt feltétlenül látni kell? Hát őszintén szólva, nekem eleve már karácsonykor én szeretek karácsonyi filmeket nézni, ez biztos valami perverzió, úgyhogy mivel ez új film volt, és karácsonyi, és filmvégjáték, és romantikus nekem, az így elég volt arra, hogy én bemenjek, nekem nem kellett az, hogy most híres színészek játszanak benne. De különben, bevallom őszintén, és ezzel fogok hallgatókat elveszíteni, mint rajongókat, mert hogy én, én nem néztem a trónok harcát, úgyhogy nekem ö, a színésztő nem innen van meg. Viszont nagyon szeretem a Mielőtt megismertelek című filmet, ami Ben egyébként egy nagyon hasonló karaktert játszik. Egy ilyen, ugyanilyen kis, hogy is lehet ezt mondani, olyan kis, ilyen szétszort, kis cukirányt. Ilyen esetlen. Igen, kis, kis szétszórt, igen, esetlen cukilányt. Ilyen diploma Meg után, hát után... Van... van? ez a típusú amerikai film, hogy lediplomázik a csaj, és utána nem talál állást. Kicsit olyan érzésem volt. Meg hát ugye ne el, hogy a Star Wars-ban is játszott a szóló című filmben. Tehát nekem, nekem inkább innen marad meg a, 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 színésznő. De hát akit meg kihagytál, és, és, híres, és játszott a filmben, az Emma Thompson is egyébként nagyot alakított. Szerintem már megint egy olyan karaktert hozott, ami ilyen speciális. Ilyen Emma Thompsonnak ez a, hogy is, ismérve, hogy olyan karaktereket hoz ki magából, hogy ilyen hihetetlen, tehát hogy mind, egyik se hasonlít egymásra. Inkább abba hasonlítanak, hogy ilyen különlegesek. Nekem nagyon tetszett a, a férfi szereplő, akinek most hirtelen nem jut szembe a neve, de majd mindjárt beugrik. A, aki, Handy Golding, aki én nem ismertem eddig, nekem teljesen új. Ő egy, annyit néztem utána, hogy ő egy maláj brit színész, és szerintem nagyon-nagyon jó volt ebben a szerepben. Nem tudom, majd kíváncsi leszek, hogy lesz, látom-e majd még másik filmben de, de nagyon, nagyon szimpatikus volt, úgyhogy most már figyelni fogom, hogy hát a másik filmeket is hoz ki. De ő, ő is sem, olyan sok, néztem filmográfiája sem olyan hosszú még. Én életemben nem láttam a csajt semmiben, sem a trónok harcát nem láttam, sem a szólót nem láttam. Kicsit mosolyogva hallgattam ezt az orális masturbációt, ami a. Na de hát akkor mondd meg, hogy te szűz szemmel hogyan láttad a színésznőt akkor. Figyelj, ez egy ilyen kis pici karácsonyi kis filmecske, nem sok elvárással teljesen jól játszott a szerepet. Tehát ennél, ennél, akkor azért szerintem kiemelte például Emma Thompson, amit Magdi is említett, aki ugye a, 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 a főszereplő anyját játszotta, ennek a kétnek az anyját játszotta, Emilia Clark anyját, szerintem egy, egy, az sokkal kiemelkedőbb alakítás volt ahhoz képest, hogy milyen filmről beszélünk például. Szóval, de amúgy mindenki a helyén volt, tehát most én nem, nem leszólni akartam Emilia Clarkot sem, sem, nehogy félreértésesség, csak én mondom, hogy én nem láttam másban, tehát én teljesen prekoncepció nélkül álltam a dologhoz. Michel Jeó pedig meg, viccesen meg is jegyeztem a, a film végén Csabinak, ha emlékszel, hogy gyakorlatilag ugyanazt a karaktert hozza, mint a Discovery-ben, vagy legalábbis részben, mert hogy úgy nem tud eldönteni igazából az elején, hogy ő most jó arc vagy nem, aztán igazából gyakorlatilag túlságosan is jó arcnak tűnik, de ö, egy ilyen kis kellemes mellékszál a történetben, hál' Istennek nem, nem ö, ö, tolták túl azt az oldalát is, teljesen jó középutas film, tényleg. A, igazából ilyen karácsonyi karácsonyi filmet, ö, ö, ami szerintem ennyire jól sikerült a, a Holiday óta nem láttam. Igen, igazából én is annyit akartam csak mondani, hogy zöggenőmentesebb volt ez a sorozatból átlépés Hollywoodba, tehát semmiképpen sem azt akarom hangsúlyozni, hogy itt egetrengető alakításokat láttunk. Csak valahogy én így képzelem el azt, hogy van egy tök jó sorozat, ott egy csomóan így megrekedni látszanak. Lehet, hogy ezt csak a nézői szemmel látom így. Nagyon nagy színészek, és utána, utána semmi, és szerintem ez, ez, itt egy, ez sokkal ilyen lazább, ilyen zöggenőmentesebb átmenetnek tűnt így a, így a két világ között. A hölgy gyakorlatilag szerintem magát ezekben a, a kis romantikus vigyátékban fogja megtalálni, legalábbis Hollywood biztosan ez egyértelműnek látszik. Szóval, hogy a trónok harca után persze ez egy éles váltás, de hogy itt a, és akkor itt a, demarkációs vonal a Hollywood és a, és a kisképernyő között, hogy valóban azért játszhat nagy emlékezetes szerepeket olyan sorozatokba, kul kulcsorozatokba, és olyan sorozatokba, amik már legendává válnak a, a során, vagy a sugárzásuk közben is, és utána nagy hollywoodi viszonylag nagy költségvetésű filmekben játszhat kis csetlő botló kislányokat, akik szeretnék megmutatni magukat, vagy valamilyen defektjük van, vagy, vagy, vagy bármi, ami, ami, ami sztori lehet. Ilyen Na igazából férben. erre akartam kifuttatni, hogy azt, amit mi azt mondjuk, hogy erős női karakterekre van szükség, és ugye ez elsősorban valami olyasmit sugalna, mint a Trónok harca, de nem csak az az erős női karakter szerintem, aki mondjuk ö, ilyen háromszor akkora dotrakiaknak a seggét szétrúgja, hanem az is egy erős női karakter, aki ilyen gyenge női karakter, csak jól van eljátszva, tehát ez is egy erős játék. Persze, szóval azért választok le ezt a két dolgot, hogy azért ugye egyrészt ö, ö, ott van a... a hogy valójában leader színész vagy az adott filmben, és, és, te vagy a főszereplő, és te hátadon kell vinni a, 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 a filmet. És, és, ugye a másik fele, hogy, hogy erős karaktert játszol. Tehát e, ebbe, ebbe, az ilyen filmekbe gyakorlatilag a főszereplők azok rendszerint nem, egy erős, nem erős karakterek, hiszen a, ezekről szólnak ezek a, a, elsősorban romantikus vígjátékok, és azért a karácsonyi filmek, hanem nem a leszkesetek betörőkről van szó, azért a karácsonyi filmek között is Jóskán találunk olyat, ahol, ahol a főszereplő vagy főszereplők közt nagyszámban van, van ilyen karakter. Ö, tehát azért a történetvezetés azért rendszerint rájuk épül, de ez attól független, hogy egyébként... Ö, erőse maga a karakter, az attól független, hogy ők egyébként jó, jó színészek, erős karakterű színészek vagy nem. Nyilvánvaló, hogy a karakter az, az, azt is jelentheti, hogy, hogy egy ilyen csetlőbotló vagy, vagy önmagát nem beteljesítő, vagy, vagy félénk kislányt, mint amit most gyakorlatilag ez a hölgy alakít ebbe a filmbe, azt, azt jól át tudja adni a nézőknek, és elhiggyen tőle, hogy ő, ő tényleg ilyen, és egyébként ebben az esetben el is hittem, de a casting az, az egyébként csodálatos volt, és említette Magdi Henry Goldingot, én se láttam őt korábban, ő egy nagyon pozitív csalódás, de nála is az látszik, hogy hát gyakorlatilag erre a szerepre tökéletes volt, nem tudni, tehát mondjuk egy szupermentel akarnának vele játszatni, ami a mai ilyen mindent csináljunk újra minél furábban ö, ö, szituációban egyáltalán nem, 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 tud, nem lepődnék meg rajta, attól függetlenül, tehát azt nem biztos, hogy azért jól tudná hozni, tehát hogy nyilvánvaló, hogy erről van szó. Na hát említettük itt, hogy van azért twist a filmben, és hát Ádámmal itt már ott a film közben mondtuk, hogy hát ez valami hatodik érzék lesz, vagy nem tudom, valami, ez a csávó nem is létezik, ugye, de az a része meglepett engem, hogy így a, a transplantált szíváltal vannak összekötve, arra nem voltam felkészülve, egyébként fel lehettem volna, mert ugye én láttam a trélert, és ott mutatták, ahogy megműtik a, a főszereplőt, és biztos ki lehetett volna találni, Bocsánat, hogy Igen. Vágok, de hogy pont ez, én nem láttam a trailert, én úgy ültem be, hogy nem láttam gyakorlatilag semmit, vagy csak így hébe -hóba a filmről, legalábbis ezt a jelenetet biztos nem, amit említettél. és én nem emlékszem, hogy korábban azt elmondják a filmben, hogy a szívével van probléma, de egy ideig nem tudjuk azt, hogy hogy, 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 szívtranszplantációról van szó. Tehát igazából azért ez például egy, egy, egy jó dolog volt. Tehát arra céloztam a műsor elején, hogy, hogy gyakorlatilag a kiszámíthatóság a filmben az volt, ami nagyon jelen volt, hogy az első percben gyakorlatilag tudtad, amit most te is mondtál, hogy az egy ilyen hát szellem a vagy valami hasonló. De ezt a kiszámíthatóságot felettette ez a bizonyos csavar, amiről most beszélünk. Igen, azért van. Én nem túl ner a film. Na igen, igen, hát itt vannak bevándorlásról szóló jelenetek, és Ádámmal úgy éreztük, hogy egyenesen nekünk szó, mert nem nekünk kettőnknek, hanem ide Magyarországra szól a dolog. Nyilván nem csak ide Magyarországra szól, mert elős erősödik ez a, hát, hogy mondják, ezt, illiberális tömb itt Európában. Ez egy számomra meglepően jó része volt a filmnek. Nem volt túl erőltetve, de azért úgy érezni lehetett, hogy hol foglal állást ez az egész. Produkció. Ez egy nagyon kulcs szó, vagy kulcs mondat, hogy nem volt túlerőltetve, és ez egyébként szerintem jellemző ennek a filmnek az egészére, hogy semmi, és maga a film sem volt túlerőltetve, nem vette magát igazából túl komolyan, és ettől egy nagyon-nagyon kellemes, és nagyon pozitív csalódás lett. Tehát, tehát nem kellett magadat karácsonyi hangulat. Én például úgy mentem be a moziba a Csabával, hogy nem voltam nagyon karácsonyi hangulatban, sőt, gyakorlatilag én így decemberre most december 13-án veszük fel ezt az adást. Tegnap láttuk a filmet, tehát én bennem így nincs még semmi karácsonyi hangulat, de ettől függetlenül azért ez egy nagyon kellemes érzés volt, nagyon jó, jó volt. Tehát nem, nincs szükséged a karácsonyi hangulatra ehhez a filmhez, ami jó, mert egyébként bármikor máskor is működik. Hiszen biztos Mikulásnak sem csak karácsony környékén van nyitva az a boltja, hanem egész évben. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Meg hozzátenném, hogy, hogy említettem az elején, hogy a Mondani valója a filmnek, hogy én, én azt gondolom, hogy az a mondani valója, de majd javítsatok én nektek, mit mond? Lehet, hogy mindenkinek mást mond, de az a kulcs része, amikor a srác azt mondja a lánynak, hogy, hogy az vagy, ami, amilyen ö, dolgokat cselekszel az életedben, ö, és hogy az határoz meg téged, hogy, hogy, hogy milyen vagy vagy a lány folyton különleges szeretne lenni, és ugye, hogy igazából amiket tesz, az meg, ugye mindenki ráolvassa, hogy önző, hogy csak magával foglalkozik, és akkor innen változik meg, hogy a, a, a fiú erre felhívja a figyelmét, és én nekem ez így kicsit párhuzamba állítható, nekem az egyik kedvenc filmem az Even a Mindenható, tehát nem a Jim is Mindenható, hanem a Steve carell és annak is az a mondani valója, hogy hogy kiderül a végére, hogy a, a bárka, az árk, vagy a bárkát épít benne a, a, a noé vált Steve Carell, és hogy a bárka szót így magyarba úgy rakták át a, a poénját a filmnek, hogy a ARK, tehát hogy apró rögtönzött kedvességekkel tudod jobbá tenni a világot. És hát szerintem ez nagyjából ugyanazt mondja a két film, Nekem ez például nagyon tetszett, és pont így karácsony előtt nekem az... A, a, tehát hogy azt tetszik benne, hogy, hogy egy kicsit, mint hogyha azt mondaná, hogy, hogy, a, hogy a karácsony is hogy a szeretetről szól, de nagyon sokan azt gondolják, hogy a, az ajándékokról, meg, a, meg az ilyen gicses dolgokról, amik ott a boltban is vannak, hogy ugye van, amikor a Jézuskát veszi a, a, a vásárló, és kérdezi a, a lánytól, hogy melyik a szebb, és akkor így a lány meg ilyen kétszeredetten válaszolgat erre, hogy két ilyen borzasztó gicses figurából döntse el, hogy melyik a jobb. És akkor mondja, hogy hát mi lenne, hogyha az lenne, hogy Máriánnak ikrei voltak, és megvenné mind a kettőt, tehát tényleg ilyen, ilyen hülyére veszi teljesen. És hogy, hogy nem erről szól az egész, hanem a, hanem a szeretetet azt inkább cselekedetekkel tudjuk kifejezni. Nekem például ez nem tetszett, hogy nagyon a szánkba kellett rágniuk, hogy önző a csaj. Mármint, hogy én például nem vettem különösebben észre ezt a jelenvonását, hát lehet az azért, mert én is elég önző természet vagyok, de, de tényleg szóval, amíg a számban nem rágták, hogy, hogy most arról van szó, hogy mennyire önző a csaj, és csak magával foglalkozik, addig nekem különösebben nem tűnt föl, hogy egyébként, tehát inkább csak bosszantónak tűnt a, egy kicsit a, a, karakter, tehát ott ott mindig, mindig valami, valami ilyen rossz, rossz, dolgot csinál, ott tönkreteszi a, a, a csávónak a, a, nem tudom, azt a origami cuccát, meg ilyenek, szóval, hogy persze véletlenül, tehát hogy gyakorlatilag nekem így nem, nem nagyon, nem esett le, és ez, ez, szerintem egyébként például a hátrány egy icipicit, hogy, hogy, hogy nagyon a számba kellett rágnom, hogy megér, számba kellett rágni, hogy megértsem én a kis egyszerű néző azt, hogy most itt erről van, erről van szó. Csak azt akartam mondani, hogy szerintem lehet, hogy ez valamiféle tehát, hogy az angol meg a magyar nyelv közötti fordításból ered, vagy nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy egy olyan szót használunk erre, tehát, hogy önző, de ő nem úgy önző, hogy csak magával foglalkozik, hanem úgy önző, hogy nem figyel oda a másik emberekre. Tehát igen, ő, nem törődöm. Nem törődöm, igen, inkább ez jobb szó lenne rá. Igen, igen. igen. Egyébként most, hogy idén túl vagyok egy sztrókon, bár az nem szívátültetés, de egy kicsit meg, meg úgy éreztem, hogy meg lettem szólítva, nem csak a bevándorlás kérdésében. Egyébként én végig éreztem ezt a mondani valót is a filmben, hogy megszólítaná azokat az embereket, akik valami hasonló estek át, ugyanis maga a színésznő is, ha jól tudom, volt neki valami életmentő agyműtéte, és amikor a trélerben láttam, hogy lesz ilyen szívtransplantáció, vagy ilyen kórházi jelenet, akkor, akkor rögtön éreztem is a párhuzamot, hogy. Hát igen, gyakorlatilag ő ezért is egy alkalmas színésznő mert ezt át, át tudja adni az ilyesmi első kézből, és ezt is megszólítja. Igazából, amiket mondtatok, az mind valid, és nem tudnék egy központi mondani valót adni a filmnek, hanem így sok aktuális és érdekes mondani valót így. Hogy is van apró rögtönzött, kedvességek? Igen, igen, igen. csak igen, hogy így van. De egyébként jó volt a párhuzam, mert hogy valóban erről van szó, szóval erről szól a film, ezt mondta most Csabi, hogy nincs egy központi, igazán mondani valója, azt hiszem ezt a szót használtad, mert hogy, mert hogy valóban úgy nincs, sok kis mondani valója van, meg, meg van egy, egy nagy, ami ami egy picit mindenkinek más jelent, de, de azért, azért mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Azt is felfedezni véltem benne, hogy Ugye nincs telefonja ennek a csávónak, persze ez a végén értelmet nyer, hogy miért nem, de amíg azt gondolhatnánk, hogy ez a csávó igazi, addig akár az is lehetne ennek a mondandója, hogy hát, hogyha ezektől a telefonoktól, meg technikai szírszaroktól megszabadulunk, akkor olyan igazi kapcsolatok kezdenek kialakulni. Tehát ez a csaj, meg ez a csávó, amikor találkozik, akkor úgy igazából találkozik, és ritkábban, de akkor nagyon. Tehát én ezt is érezni véltem. Az abszolút néz fel, ezt mondta mindig a srác, ez volt a padra is írva, hiszen néz fel a mobilodból, gyakorlatilag abszolút, abszolút. Igen, és ez is igazából ugyanazt. Hogy tehát hogy a, hogy a lány nem törődöm, az az, hogy nem néz fel. Tehát még arra is jól reagál ez a mondat, vagy tehát még ez is egy ilyen. De igazad van, a, a, az embereknek a többsége nem szokott a mobiliából felnézni a akár az utcán, akár bárhol. Ő meg így ilyen rejtett dolgokat észrevesz mindenhol, mert, mert figyel. Az emberek meg nem figyelnek. Most javítsatok ki, de én azt hiszem, hogy akik ilyen transplantáltak, azok átszoktak élni hasonlókat. Olyan érzést, hogy nincsenek teljesen a saját bőrükbe, és kicsit szétesetnek érzik magukat. Úgyhogy szerintem ezt is, ezt is elég jól megragadta, de ha esetleg valakinek van ilyen első kézből jövő tapasztalata, az nyugodtan írja meg, és látta a filmet, hogy, hogy őt ez mennyire fogta meg, mert nekem ez is gyanús, hogy át akar adni egy ilyen, egy ilyen érzést is ez az egész. Az elején, hát egyértelművé vált, vagy legalábbis számomra az, hogy a csávó az valójában hát ha nem is szellem, vagy hát legalábbis nincs ott, akkor azért egy kicsit kétségbe estem, hogy hát egy ilyen goszt jelenet, ha lesz benne, akkor kifutok a világból, de, de tényleg a, tőlem szokatlan módon csak dicsélni tudom a filmet, mert rettentő jó szórakozást nyújtott, annak ellenére, hogy körülbelül az első 20 percet azért szerintem túl kell élni, az, az kevésbé szórakoztató, és, és hogy, ö, ö, elég... elég ö, nehezen hangolódtam rá a filmre, de, de például az a utána következő óra az így teljes egészében elrepent, és, és a végén már csak így arra eszméltem, hogy, hogy gyakorlatilag a, a a, a végkifejletnél tartunk, és, és vége lesz a filmnek. Úgyhogy amúgy a karácsony nem is volt a, 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 annyira fő téma a, 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 a filmben, mármint az, hogy december 24-25-26 így a karácsony, hanem hogy csak hát ugye a bolt, meg úgy az egész Billy Meg hát egyfolytában Manónak volt öltözve szegény csaj. Igen, de mondjuk a vége is. Tehát mint egy karácsonyi parti van rendezve, meg szóval ott, már, nagyon karácsonyi hangulatba jön a végére a film. Meg hát ugye elhangzik a Last Christmas. és de egyébként meg belefér, mert pont az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy látjátok-e, vagy figyelitek-e, hogy a Facebookon van egy ilyen verseny, vagy nem is tudom micsoda, egy ilyen szokás, hogy ki meddig tudja úgy húzni a karácsonyi készülődés előtti időszakot, hogy ne hallja a Last Christmas-t. Tehát, hogy hanyadikán hallod meg először akár egy bevásárlóközpontban, a rádióban, vagy bárhol a Last Christmas-t, hogy mindenképpen fogod hallani, valahol biztos. De én elbuktam ezen a trenden most így tegnap akkor, de amúgy én például hát. nem találkoztam idén eddig a Last Christmas-szel. Na, George nem Michael, külön. hogy álltok ti egyébként? Ezt a számot szeretitek, vagy a George Michaelnek a munkásságát, ezt mennyire érzitek magatokénak? Mert egy csomó más George Michael is szólt itt. Én szeretem George Michael-t, úgyhogy én, nekem, én szeretem a Vemes időszakát is, meg a szóló karrierét is, úgyhogy én nekem én, ezek a dalok nagyon tetszettek, meg, meg ilyen nosztalgikusak voltak, úgyhogy... Nekem, ja, ez hozzá kellene tennem, hogy nyilván az elhangzott dalok, tehát a George Michael dalok is nagyon, de nekem az egész filmnek a zenéje nagyon tetszett, tehát így nagyon-nagyon jó kis kálmes filmzenéje van, úgyhogy azt mindenképpen szeretném majd az albumot, jó, jó zenéje van. Nekem teljesen ilyen szempontból közömbös ezeket a számokat, én is ismerem, én is szeretem szerintem, mint egyébként úgy mindenki. Ö, nem volt teljesen nekem felhőtlen a szórakozás olyan szempontból, hogy a, attól függetlenül, hogy itt nagyon dicsértem az Emilia Clarkot magának, a karakternek a hát nem láttam, hogy mi, miért is ennyire ügyefogyott, meg töketlen, meg, meg ö, miért van éppen ilyen élethelyzetben. Az előbb mondtam egy példát, hogy diploma után például, de nem tudom visszaidézni azt, hogy hogy kezdődik a film, hogy jó honnan jön, tehát hogy ő dolgozott, vagy miért jön vissza, vagy, vagy mi csinál, és hogy miért kerül most éppen ilyen helyzetbe, meg miért volt a. Tehát egy éve történt ez a szörnyű baleset is, ugye? És uh, ahhoz képest elég szabadnak tűnik, meg úgy, úgy uh, el van engedve, meg mintha ott össze is zördült volna a szüleivel. Tehát ezek a motivációk nekem kicsit összekutyulódnak. Egyrészt-másrészt mondta az Ádám, hogy neki a, az eleje nyögvenyelős volt, nekem pont fordítva az eleje uh, jobban pörgött, és utána volt ez a, ami az ilyen tipikusan ilyen romantikus komédiákba történik, hogy így megtörik a film a közepénél, és van egy törés, ugye összevesznek ott a, ott a színészek, és az, az nekem nagyon olyan volt, hogy basszus, innentől kezdve lehet, hogy már nem, nem tud visszamenni a film arra a szintre, tehát arra a vicces, pörgős, mit tudom én, tehát arra, a, ami, ami ott az elején volt, tehát az annyira nagyon tipikus volt, meg Gicses volt egy kicsit, igen, a, a vége is, ez az egész hajléktalan szállós dolog, ami jó üzenet, tök jó meg minden, de úgy, úgy túl volt tolva, tehát ilyen nagyon sokszor erőltetettnek éreztem azért a dolgot, pont nem annyira, hogy tehát nem kellett semmit sem sokáig nézni. Minden úgy volt kiszámítva, hogy ne, ne legyen azért, ne fulladjon bele a, a, a karácsonyi gicsbe, meg ne legyen ez a jótékonykodás se túl tolva, ne legyen a bevándorlás se nagyon nagyon hangsúlyozva, voltak olyanok, amiknél pont jó volt az arány, de volt olyan sztoriszál, ahol már pont majdnem nem, tehát úgy, úgy nagyon döcögött ez a része a dolognak, de valahogy ugye ez a végecsavar, ami a sztoriba van, ez úgy úgy visszahozta az egészet, hogy az egészről mégiscsak egy ilyen nagyon jó emlék maradt a, a filmnek az egészéről. Azért említsük meg azt, hogy azért a bevándorlás szál mellett hál' Istennek volt leszbikus szál, vagy hát ugye meleg szál, mert hogy ugye a főszereplőnek a, a, testvére az, az, egy meleg kapcsolatba élt. Úgyhogy teljesen egy ilyen Orbán Viktor biztos nem ezt a filmet fogja nézni a családjával szenteste, én azt gondolom. Egyébként <laughs> az is jó volt, mert körülbelül olyan Szinten jól volt megcsinálva, mint a Discovery-be, ugye a kábel a és a Stametsnek a, a viszonya, tehát így nem volt nagyon túltolva. Itt viszont egy kicsit úgy ö, találgatni is kellett, hogy most akkor e ezek leszbikusok, és akkor most a szülei ö, miatt nem árulja el, de hogy a szüleinél ez tényleg baj lenne-e, vagy, vagy csak ő nem meri elmondani. Tehát ez is olyan kicsit úgy. úgy Az egész filmre talán közben kellett. Igen. Nem? Igen. De szerintem ez nem hátránya a filmnek, hogy találgatni kell, hanem... Néha jó jött ki. Uh, ittól, de, 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 szerintem nem. Tehát, hogy pont, pont ez a jó benne, hogy, Volt hogy egy ilyen szabadabban hagy dolgokat. Hát ott van még egy szerelmi szál, amit nem említettünk, meg a Mikulásnak a szerelmi szál, fiú. ami... A fiúval, igen. Ez nekem, egyébként nekem nagyon tetszett, hogy így a Csaj Mikulás, <laughs> így hívják, Uh, jó, ez, oké, okay, Santa, tehát angolul azért jobban jön ki, de hogy így fiúnak hívja. Ez olyan, olyan Michel is volt, olyan Georgius is volt, olyan, olyan illett a karakterbe, úgyhogy, úgyhogy uh, az FIA elnök, uh, feleség, uh, elnök büszke lehet a feleségére, mert jó karaktert hozott. De azért volt egy ilyen, nem tudom, hogy mi, mi az eredeti. Uh poén, de amikor így elkezdi is sorolni, hogy ő akárhová ment, mindig olyan nevet vett föl, ami, ami, ahol dolgozott. Hogy Muffinnak hívták, amikor cukrászában dolgozott, vagy valami ilyesmi, és akkor mondja, hogy röviden csak muff, és erre azt mondja a, a, a lány, hogy faszak név. <laughs> Szerintem tök vicces volt ahhoz képest, hogy egyébként egy ilyen kicsit szabadszájú volt ettől, de, de jó, jól jött ki meg mit akartam mondani, hogy ezt a szerelmi szállat, hogy ezt, ezt annyira jól megcsináltak, hogy volt ez a jelenet, amikor először bejön a boltba a, a, férf, a fiú, és hogy ott így egymásra akadnak, és így nem, nem tudnak egymással beszélni, és annyira vicces az a jelenet, hogy egyébként tényleg így a, a nézők is végig nevették az egészet, mert annyira mesterkélt az egész, és közben meg meg mégse az, mert mégis hihető, hogy így történik. De még a megvilágítás és mesterként, én azt néztem, hogy amikor bejön a fiú, hátulról van megvilágítva, olyan, mint hogy egyébként először gondolkodtam, hogy mintha ő lenne egy szellem, mert mert ilyen furcsán néz ki, furcsán viselkedik meg ilyesmi. Meg aztán utána ez a, amikor adja át a, a karácsonyfát, ami. ami mi, mi, a savanyított kábinból, vagy miből van csinálva? Erjesztett Erjesztett, az az erjesztett ez az hihetetlen. És ugye ilyen borzalmasan gicses, de hát hogy az egész bolt az úgy, hogy föl se tűnik benne, hogy az, az. Nekem nagyon tetszett az a vonal. Egyébként ő én nekem is uh, volt a gondjaim a Discovery-ben, Ilyen nehezen kedveltem meg, meg uh, ami itt most nekem nagyon jó, hogy szinkronizáltan néztem, mert én nem szeretem az eredeti hangját, meg a kiejtését, tehát nekem az úgy kicsit ilyen, ö, 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 ilyen hidegrázós az ő beszéd stílusa, én nem szeretem. De egyébként ö, magát a színésznőt azt már megkedveltem, a Discovery-be is elég jól felépítette végül is a karakterét, ahhoz képest, hogy nekem egy negatívból indult, és aztán így így egy... Most már olyan, olyan várom, hogy jó, mikor hogy, hogy szerepeljen meg, jelenjen meg a történetben, majd később. De itt meg az volt a jó, hogy, hogy tényleg igazatok van, mert has, egy teljesen hasonló karaktert hoz, mint a George. Viszont nagyon jól van a párosítása a lánya, Tehát, hogy így olyan jó kis párbeszédeket építettek egymásra, kicsit, ö, majdnem olyan szinten, hogy én nagyon szeretem a Szívek Szállodája a sorozatot, és kicsit majdnem olyan típusú párbeszédek vannak köztük. Tehát ilyen, ilyen poénokra épülő, ilyen hirtelen egymásra vágós mondatok. Úgyhogy na, nekem tetszett. Na, hogyha van olyan listátok, hogy karácsonyi filmek, nekem nincsen, de hát hogyha nektek igen, mondjuk ilyen reszkessetek betörőkkel, meg ilyenekkel lennének tele, akkor most felhelyeződött ez nektek a, esetleg a, a top listába, és, és újra néznétek ezt. Magdi mondta, hogy itt rögtön újra nézte, tehát én ha most rögtön nem is nézném ezt meg, azért el tudom képzelni, hogy minden karácsonykor, vagy minden második karácsonykor ezt ha időbb lenne, akkor megnézném. Ha már így meg lehetem szólítva, bocsánat, akkor hogy igen, én, én, megnéztem még egyszer, és egyébként én, én megnézném újra még, még most idén is megnézném újra, mert nekem nagyon tetszett, és tök jó hangulatba kerültem tőle, és ilyen, De nekem, ne, nekem bejött abszolút ez a film, és nekem fönt van, tehát fölkerült, az első megnézésre fölkerült a karácsonyi listámra és én itt említettem, nagyon szeretem a karácsonyi filmeket ilyen karácsony előtt nézni. Aztán húsvétkor már nagyon unom őket, de egyébként ilyenkor karácsony táján az van, még igénylem is, hogy karácsonyi filmet szeretnék látni. Nem nagyon van karácsonyi filmes listám, de gyakorlatilag igen, hát azt nem mondom, hogy mondjuk nem tudom, jövőre újra nézem, bár ha tévében elkapom, akkor, akkor biztos, hogy rajta maradok, de, de néhány év múlva biztos, hogy újra fogom nézni, és nyilván néha-néha, úgyhogy egyébként jó film volt, tehát, tehát úgy, úgy meg én megvárom, míg elfelejtem gyakorlatilag teljesen a sztorit, mert nálam ez simán bejátszik, és akkor újra és újra néhány évente úgy meg tudom nézni, hogy újra és újra meglepődök. Hogy... Hát akkor ajánlani tudjuk a Last Christmas, múlt karácsony című filmet, nézzétek meg ti is, hogyha tehetitek, mondjuk a két ünnep között, vagy az ünnepi időszak alatt bármikor, nagyon tetszett nekünk, és visszatérünk januárban. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy hát a Star Wars-t fogjuk megnézni, mert az lehetetlen, hogy pont mi ne nézzük azt meg, és ne mondjuk el róla a véleményünket már nagyon várjuk, tartsatok akkor is velünk, és kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek. Sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.entv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.